Mert folynak egyáltalán megbeszélések? Lehet jó. Ez borzasztóan érdekelne, hogy te például volt most, kegyeletből nem említem Mécs Imre visszalépését, tényleg, szóval azt azért arról inkább ne beszéljünk, szóval az egy rettetesen kínos momentum, hagyjuk is. De hogy folynak tárgyalások például, azok teljesen döbbenetes élményem volt. Egy jó darabig gyalog jöttem most idefelé, dolgom volt a Vörösmarty téren, és így végig sétáltam a Paulai Ede utcán, és egyszer csak egy kapuaiból kilépett Rajk László, így kilépett elém. Mondom, hello, azt mondta, hello, és mentünk tovább. Tehát, hogy ezt csak azt akarom mondani, hogy folynak olyan tárgyalások, jó, az igazán bebukottak. Tehát az, akik ilyen nagyon komoly okokból és érthetően kiszálltak a liberális politizálásból. És nyilvánvalóan, hogy nem, tehát egy, ami azért a külső szemlélő számára igazán zavaró, hogy azért egészen komoly audikkal szálltak ki ebből a politizálásból. Tehát nem villamossal mentek el a pártszékházból, de hogy mégiscsak folynak tárgyalások arról, hogy ezért itt valamit így kéne csinálni? Tehát itt te például mikor beszéltél az Ungár Klárával utoljára? Októberi választások előtt. Ó! Akkor beszéltünk. Egyébként meg folynak természetesen, hát ugye mindazok, akik ebben részt vettek, és ezt fontosnak tartják most. Attól, hogy ez a történet ilyenné alakult, nem változnak meg. Tehát ugyanúgy fontos számukra, és hogy lehet, hogy nem az SZDSZ szervezeti keretei között gondolkodnak, vagy most jelenleg még. Egyébként a Mécs Imre maga jelentkezett azzal a javaslata, hogy ő nem visszalépne, hanem megújítaná a tapságát. Már bocsáss meg, azért most, ha felhoztad a példát, ha hozzám becsengetne a Mécs Imre, és azt mondaná, hogy szeretne belépni a KFT-nbe, azt mondanám, hogy ne haragudj, egy kicsit kellemetlen volt az utóbbi négy évben. Hello, majd az azért pihenjél. Az a magánvállalkozásod, ez meg egy politikai pihenjél, szervezet. Pihenjél. Azt gondolom, hogy ez jelentős különbség. De jelentős különbség. Ez olyan, mint amikor megszólal a szerencsétlen Gyurcsány Ferenc. Hát neki is most így hallgatni kéne. Tehát neki a feladat a 10 év hallgatás. A Mécs Imrének csak 5. Tehát abszolút nem több. De addig most így ne lépjen vissza sehova. De mindegy, parancsolj. Abszolút folynak ilyen tárgyalások. A mai napon a Európai Parlament liberális frakciója Budapestre érkezik. Annak a liberális frakciójának a vezetése. Ma? Igen. Ma ezt ott mondjuk el azért, hogy ma január van. 27-én. Január 27-én a kormány különböző tisztviselőivel találkoznak, a miniszterelnökkel találkoznak, az EU elnökség kapcsán, illetve hát egyéb engem meg fel se hívtak. Aktualitások kapcsán. Ez majd ezt követően este találkoznak a magyarországi liberálisokkal. Ők azokkal találkoznak, akiket egyébként ők is ismernek. És ezek a magyarországi liberálisok, akik most vagy az SZDSZ-ben vannak, vagy nem az SZDSZ-ben vannak, hogy mi történjen este egy ilyen találkozáson. De mit csinálnak? Beszélgetek a Magyar Bálinttal? Mi történjen este egy ilyen találkozás, alkalmával az Európai Parlament képviselőivel találkoznak, liberális képviselőivel találkoznak a magyar liberálisok. Nyilván találkozni kellett és megegyeztetni kellett mindenkinek arra vonatkozólag, hogy akkor ez hogyan zajlik le. Mi történjen? Én úgy képzelem el egyébként, hogy egy komolyabb többfogásos vacsora, a cigányzene szól, és mindenki berúg a végére. Aha. Ezzel szemben ilyenekről nem, ilyen meghívót nem kaptam, olyat viszont igen, hogy egy ilyen plenáris beszélgetésen vegyünk részt, ahol a Fodor Gábortól az Őrsi Mátyás, aki külpolitikával foglalkozott az SZDSZ-ben. És azt nem ő mondta. A Mohácsi Viktória, a Jónemese, a Szabadai, a Sértő Radics. Ez te vagy. Igen, a Sértő Radics, az Uszkai polgármestere. Ő kiváló, vele beszélgettem, az egy nagyon vicces figura. Tehát, hogy Uszka, ez nem jutott eszembe. Bocs, csak a múltkor nyilatkoznom kellett arról, hogy mondjak egy sikeres falut a keleti határon, és Uszka, ez a neve, Uszka. Sértő Radics is van polgármester. Igen, tudom beszélni. Szóval, hogy ezek az emberek összejönnek, és tehát megbeszélik azt, hogy egyébként mi történjen ekkor, meg úgy nagyjából minek kéne történni a következő időben. Tehát nincsenek elszakítva egymástól ezek az emberek. De mint említettem, 46 éves vagyok, és nincs sok időm. Tehát jelenleg ugye 65%-on áll a Fidesz, 17%-on az MSZP, az SZDSZ mérhetetlen, és bármelyik liberális párt mérhetetlen. Állítólag a mérés határ közelében van az MDF, ott furcsa, ott néhány ember így mondta, hogy még ugye MDF. De ami már mondjuk lehet, igen. De nyoma sincs annak. Mikor lehet mérni az SZDSZ? Hát én azt gondolom, hogy most áprilisban itt Zuglóban lesz egy időközi önkormányzati választás. Oh. A Garaba Imre nevű focista visszaadta a mandátumát. Ő volt itt a önkormányzati képviselő a Fidesz nevében október óta. Garaba Imre?
a válogatott labdarúgó. Meg, nekem megvan a Garaba. Garaba, akinek nincs elveszett labda. Majdnem olyan kegyetlen volt, mint Torgell, emlékszem. A mi szempontunkból most azért fontos, hogy mert visszaadta a mandátumát, amit októberben elnyert, ezért aztán... De miért? Te elvették a Francia Tudományos Akadémiára? Jó, mindegy, mondd tovább, hogy... Nem tudom, az indoklását nem ismerem. Jó, nem, persze. De kár pedig, azt azt megnézném. Áprilisban időközi választást írtak ki erre a körzet. Igen. És ugye amikor ez a küldőgyűlés, amit említettem, itt a vita során sok minden felmerült, hogy milyen lépéseket lenne érdemes tenni, milyen irányba kell indulni, én akkor azzal érvettem, és végül is ez a döntésünk, hogy induljon az SZDSZ, ez az időközi önkormányzati választásokon. Derüljön ki az, hogy van-e szavazó, aki hajlandó a liberális pártra szavazni, vagy nincs. És hogyha kiderül, hogy van, akkor már meg tudunk fogalmazni valamit, ahol most tartunk. Ha azt látjuk, hogy 2%, amit kap a jelöltünk, akkor 2%-on áll az SZDSZ zuglóban, de hát úgy el tudjuk képzelni, hogy ez nagyjából mit jelent. Ez véletlenül nagyon kevés, ez az eredmény. De mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egyrészt az ember világosan lássa azt, hogy hol tartunk most. Ez a nézet miért nem győzedelmeskedett októberben? Amikor azért egy darabig úgy volt, hogy elindul az önkormányzati választásokon az SZDSZ, majd egyszer csak mégsem. Nem, az SZDSZ akkor ugye azt mondta, hogy minden helyi szervezetében az ottan lévőkre rábízza azt, hogy milyen módon kívánnak indulni az önkormányzati választásokon. És akkor volt, aki úgy döntött, hogy SZDSZ néven, volt, aki ott valami helyi erőkkel szövetkezve akármiként, ebben nem kívántunk beleszólni, nem kívántuk presszionálni, mert akkor érezhető volt, akkor szerintem az volt talán a szervezeti szempontból a mélypontja a pártnak, akkor egy ilyen 700 tagot számláltunk. Akik vállaltan SZDSZ tagnak mondták magukat. Azóta ez most már 1000-et meghaladt, 1100 körül vagyunk. Őrület. Az általad említett Mécsi. Annyian követnek engem a Facebookon, ne viccelj. De csak hogy értsd. Jó, értem. Hogy hát egy nagyon nehéz pillanatból kapott el minket az önkormányzati választás. Tudható volt, hogy sem az anyagi helyzet, sem a szervezeti háttér nem olyan, hogy ez kivitelezhető lenne. Na, azóta az persze már épült meg konszolidálódott a helyzet annyira, hogy most már egy ilyen történet vállalható, sőt szükséges is ahhoz, hogy lássuk, hogy a munkában milyen úton, tehát meddig jutottunk el. Tehát ez egy ilyen laboratórium lesz most Zugló áprilisban? Hát ha nem is, de arra mindenképpen, hogy legalább... És lesz kampány, meg ilyenek? Lesz kampány. Tényleg? Jelölt lesz, kampány lesz. Jelölt is lesz? Jelölt. Az nagyon jó lenne jelölt. Kampány, nagyon és jó. Nem lenne jelölt. Nagyon jó jelölt lesz. Ki? A Spira Veronika. Hú, de jó jelölt ő. A tanárnő. Parancsolj? Zuglói tanárnő volt. Tényleg? Igen. Az igen, az húzó név. Őt itt önkormányzati kampányban szerintem az fontos, hogy itt ismerjék, tanítottak. Hogyne, persze. Szerintem itt a helyiek. Jó, hát ez tudod milyen, hogy az én osztályfőnököm elindulna egy választásokon, hát az bukna, az biztos akármilyen színekbe indul, mert ugye attól függ, hogy utálták-e a diákai, vagy szerették. Igen, de én úgy tudom, hogy őt inkább szerették. Igen, szerették. Jó, az egy érdekes helyzet. És ugye egy önkormányzati kampányban leginkább ezek a fontos elemek, hogy egy olyan jelöltet találni, aki egyébként azt vallja, amit a párt is képvisel. Ez nem egy polgármester választás. Nem, ez egy képviselő hely. Tehát igen. Arra jó, hogy lássa az SZDSZ, hogy egyébként meddig jutott el. Ugye voltak itt mindenféle megnyilvánulások az SZDSZ részéről, amik érthető vagy nem érthető okok miatt azért nem kaptak túl nagy publicitást. Például? A magányugdíj pénztárakkal kapcsolatosan a kormány intézkedéseivel szembeli tiltakozások. Az például nagyon érdekes, várjál. Szórtuk Budapestnek különböző részeit, ezért a szórólapokkal, hogy miért kell maradni a magányugdíjpénztárak? Mik az érvek, amik arra... Na ez fáj nekem, most ne haragudj, de tényleg ezt mondom. Tehát a SZEMA annak idején, ugye már a kopogtató cédula gyűjtést is nagyon ügyesen online indította be. És azt gondolom, hogy az SZDSZ, akinek ugye a legfiatalosabb, legmodernebb, a legprogresszívabb pártnak kell lennie, egyszerűen döglött. Direkt mielőtt idejöttem, így körülnéztem, hogy mi van az SZDSZ-ről így az interneten. De hát akkor nincs igazod, ha megnézted a Facebook oldalát az SZDSZ-nek, vagy megnézted az SZDSZ-nek a honlapját, az igen. Egy állandóan frissülő, aktuális tartalommal bíró oldal. Hát de nem a Web 2 világában, az a Web 1 még, ami ott történik. Tehát azt gondolom, hogy azért itt egy kicsit erősíteni kellene, mert például a szólólapot osztani,
Én automatikusan kinyitom a postaládát, és ahogy így megfogom a szórólapokat, teszem a kukába, nincsenek már szórólapok. Tehát embereket elérni szórólapokkal egészen pici településeken lehet, ahol megfagynak a lakásokban. Ezek is és viszont azon meg fűtenek. Van egy ilyen felület is, ahol ez működik. De én azt gondolom, hogy azért, ahol szórtunk, ott a visszajelzések olyanok voltak, hogy legalább az észrevető, hogy az SZDSZ létezik, és mond is valami egyébként tartalmasat. És ez a kampány, ez ugyanúgy működött a neten is, a magánnyugdíjpénztárosokhoz szóló kampányunk, amelyben arra igyekeztünk meggyőzni mindenkit, 3.150.000 embert, hogy maradjon a pénztároknál, mert ez a jó döntés most. Igen. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az SZDSZ jelenléte az online szénában egyszerűen nem tapasztalható, nem érzékelhető. Tehát tényleg cinikus barom vagyok persze, és tényleg így szívvel élek, és én szeretném meg ide, hogy mondd el nekem, hogy mi lesz az SZDSZ-el 15 év múlva. Én nem tudom, hogy akkor hogyan fogják nevezni azt a liberális pártot, ami mondjuk reményem szerint az ilyen jóval meghatározóbb szerepet tölt be a magyar közéletben. De hogy létezni fog, és ugyanezek az értékek maradnak, amiket képviselni fog, abban biztos vagyok. Tehát 15 év múlva sem lesznek másképp a fejekben a dolgok. Egyszerűen törvényszerű, hogy létezzen egy ilyen erő, amely képviselni tudja ezeket az értékeket, amik egyébként, hogyha szétnézel a világban, most a mai magyar parlamentben igazából sehol nincsenek jelen. Tehát ebből is egy óriási hiátus, ez látszódik. Óriási igény van arra, hogy legyen képviselete, legyen valami szervezet, ami felvállalja ezeket az értékeket, hogy ez a szervezet mikor lesz alkalmas szereplője, az persze azon múlik, akik ezt csinálják, meg hogy mennyire lesznek egymással működőképesek. Én abban bízom, hogy ez azért belátható időn belül bekövetkezik. Nagyon sok minden van mögöttünk, amiből érdemes tanulni, sőt kell is tanulni, hogy hogyan nem lehet, vagy mi az, ami el tud rontani egy ilyen dolgot. Ez azt gondolom, mind a hasznunkra kell, hogy forduljon. Nagyon jó volt a végpont. Jó, csak megvártam a végszót, én már odáson kívül szólaltam most meg. Ja. Jó. Hát de figyelj most komolyan, azért én úgy aggódom. Amit mondtad, ez összefog. Egyszer majd így mindenki már legyőzte magában a haragszomrát, időszakát, és akkor utána elkezd gondolkodni. De várjál, azért van, akire joggal haragszunk. Tehát azért vegyük végig azokat, most vegyük végig azokat. Az SZDSZ teljes vezetőséget fel tudnám sorolni, miért utálom. Igen, de nem azokra gondolok itt elsősorban, akik mondjuk ilyen meghatározó szereplői voltak az elmúlt éveknek, és okkal vagy ok nélkül lehet rájuk haragudni, vagy nem haragudni. Én arról beszéltem, amikor ugye a párt is maga is belesett ebbe a végtelen megosztottságba, hogy én most már azért utálom őt, mert ő a másiknak a pártján van. Ja. És ez tönkretette az egészet a helyi szervezeteknél, és ott is beindultak ezek a kis szemétmechanizmusok. A Fidesz esetében is. Ezek a kis szemétmechanizmusok ott is működtek. De amikor ezek már okafogyottá válnak, amikor már nem lesz érdekes az, csak az, hogy ki az, aki itt maradt, és ki az, aki akar dolgozni, és egyébként akkor volt nekünk ez a problémák egymásra, de hát rendezzük már ezt, lépjünk ezen túl. Mert egyébként akkor itt maradunk örökre, ahol most vagyunk. Akkor szerintem egy idő után tehát minden emberbe fel kell, hogy ez a gondolat előbb-utóbb ébredjen. Ijesztő. Azt tudom, hogy az LMP egy darabig el tudta vinni egy egész komoly százalékokat el tudott vinni az SZDSZ-től, azzal a fajta ördögbotos hippi vonallal, amit ők csinálnak. De azért ez az örök Goa parti, ez nem tarthat, az láttuk, hogy a Schiffer is beledöglött ebbe. Tehát szerencsétlen, egy gyakorlatilag ilyen statisztaként ott van a parlamentben, és egy kifejezetten etatista vonalra berendezkedett vonal, az nem hitetheti el a szavazókkal, hogy így egyébként nem az vagyok, akinek gondolom magam, hanem én az vagyok, akit te szeretnél látni. Viszonylag nehéz. De különben is az, hogy... Talán vannak olyan pillanatok, amikor ez működik, de ez hosszú távon nem. Nagyon gyönyörű volt, hogy az a szerep, amiben az Fidesz indult, az elvált szülők gyermekkel, hogy ez urbánus népies vitát mi kihagyjuk, hanem mi majd most megmutatjuk, hogy milyen az, hogy normálisan gondolja. Ezt pontosan megpróbálta csinálni az LMP. És azt, hogy hagyjuk, hogy tört, ugye ne arról beszéljünk, hogy kinyilazott le kicsodát, ugye ez a klasszikus gyaloggalop poénba, hanem kezdjünk egy izéletésre. Tehát ez a dolog egyszerűen nem működik ebben az országban, mert olyanak bizonyos kérdések, amik lehetetlen nem meg... Ez a... Istenem.
csak egy, a protest hangulat addig működik, amíg van valami ellen protestálni. Igen. Jó, de viszont egyetlen haszna volt ennek az egész történetnek, amire rájöttem, hogy megint vannak ezek. Tehát emlékszel, hogy ez a rendszerváltás előtt voltak ezek, az ugye teljesen egyértelmű, és végre újra egyértelmű lett. Ezek, és tudod, kiről van szó. És ez valami, ami gondolom, nyelvileg előre vitte a világot. Szóval én visszatérve, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ennek létre kell jönni, ennek valamilyen formát kell öltenie, és hát azok, akik de most hogy, arra vár... De hogy, de könnyörgve azt tenni kéne, mert csinálni kéne valamit. De azért vannak most, lehet, hogy 1100-an vannak, meg a szemában vannak 300-an, akik ezt akarják, meg tenni akarnak érte, még vannak. Nem, a szemában biztos többen vannak.